Hello, hello, szevasztok srácok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép szerda délután kívánok, ez itt a Chu-Chu-Charles, avagy a Töf-Töf Démon Pókvonat, az jön el ma értünk, ugyanis ezt az indie horror játékot fogjuk megnézni, ahogyan már korábban mondtam és említettem nektek. Én ezt még annó, nem is tudom, hogy melyik konferencia trailerénél láttam, valahol ez a játék be volt mutatva, valamelyik gaming konferencián, és onnan raktam Steam wishlistre. Már tavaly megjelent, és egyébként már minden létező youtuber játszott is vele, ahogy általában ezeknél az indie, kicsit vicces, kicsit para, de kreatív horror játékoknál lenni szokott, de nekem akkor nem fért bele, most viszont így 2023 elején van idő megnézni ezt a játékot, amit egyébként 15 euróért vesztegettek, azt hiszem Steamen, én is most vettem meg, és hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz mém, mennyire lesz jó, vagy mennyire lesz szórakoztató, fogalmam sincs, hogy meddig fog a játék lekötni, de így egy másfél, kettő, három, ki tudja mennyi órára. Reméljük, hogy jó lesz. Egyébként a Steam review-i nagyon jók a játéknak, jók az értékelések, bár állítólag elég rövid, nem túl hosszú, de hát meglátjuk. Egy ilyen hülye ötlettel, hogy mi lenne, hogyha lenne egy démonikus pókvonat, ami téged üldöz, engem megvettek így alapvetően, tehát az ötlet már mindent visz. Szevasztok, üdvít a cseten mindenkinek, Eldahár, Máté, még egy Máté, egy Mea, Erika, Dominik, szevasztok, szevasztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, hogy jöttetek. Remélem, hogy örültök ennek a játéknak, mert sokan jeleztétek, sokan kértétek, hogy játszunk ezzel, úgyhogy beváltom ezeket a reményeket. Tudjátok, a hülyeségre mindig vevő vagyok. Aztán ki tudja, ez egy független indie játék, egy fejlesztő csinálta, de lehet, hogy a végén kiderül, hogy rohadt jó. És ez a világ legjobb játéka, és nem is kell mással játszani. Plusz van hozzá magyar felirat, amit mindig értékelünk. Meg is lepődtem egyébként, hogy van benne magyar nyelv. De látszik, látjátok, hogy milyen jó a community a játéknak. Köszi a tagságokat, srácok! Köszi Rehának és Dorkának is az ezüst tagságot, mind a ketten ezüst tagsággal. Bele a közepibe, nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy kiválóan vagytok. Mindenki egészséges, vidám, és nem tudom, munkához, tanuláshoz, sportoláshoz, akár a háttérben fogyasztja a streamet, ahogy kell. Nagyon helyesen. Bálint, neked is köszönöm szépen, és Máté szintén köszi a 11 hónapot. Bár ahogy nézem a streamer programom, így nem tudom, így néha van kedve kiírni tagságokat, néha nincs. Tehát, hogyha valakit nem olvasok be, akkor az az OBS hibája, nem az enyém. Ezt így fixen mondom nektek. Imre Lajos asztalos beteg. Imre, gyógyulj meg, jobbulás neked. Új mikrofon? Igen, új. Új? Ez úgy a 18. stream, amiben benne van, körülbelül, meg videó, de új amúgy, tehát ahogy vesszük, tehát hogyha mondjuk nem voltál errefele, akkor viszonylag új a dolog. Szevasz Erina, üdv neked is! Én most főállásban streamet nézek, írja Leia. Helyes, hát a stream nézés is egy munka. Én várom, hogy mikor lesz az oké, hogy a streamer, jó világ van, influencerek kapják a lóvét, de mikor jön el az a világ, amikor már a nézőknek is fizetnek, nem? Az lenne a jó. Nem csak én járnék jó, hanem a stream nézés is valamilyen profi. Ha mondjuk akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan haladna a társadalom előre, ha nem csak ingyen élő streamerek lennének, hanem ingyen élő nézők is, akkor eléggé bajba lennénk, de én hiszek abban, hogy ki lehet találni egy ilyen társadalmi struktúrát. Tehát, hogy biztos van egy csomó ember, aki nem tud erről a lehetőségről. Ha ott marad, nem? Szerintem ez teljesen korrekt. Jaj, na jó van. Srácok, kezdjünk bele. Mit szóltok hozzá? Mindenki ideért, aki ide akart érni. Új játék. Yes. Ott indult el a vonat abba a pillanatba, odafigyeljé. I know it's been a while since we last spoke. Eugene. But something has happened at the mines I've been supervising. Mi van az, hogy... Mindig minden vidéki embert, aki külföldi Eugene-nek hívnak. A múzeumod működését biztosítja. Aha. Ott telefonál a bácsi nagyon. Aha.
Ott van a kép a vonatról, oda nézzetek! Ott van a Charlie! A pókvonat! Azt kell elkapni! Tehát akkor az a sztori, hogy le akarjuk vadászni a pókvonatot a múzeumba. Hát hasbeszélő a bácsi, hát most miért kell fölöslegesen tátogni? Hát én is egész nap csak tátogok, de minek? Charlesnak hívják. Félig vonat, félig óriás pók. Édes Istenem! Zseniális. Vonatpók nem létezik, nem tud elkapni álmodba. Hát! Udv Aranerumban. Aha! Gameplay, ott is vagyok. VASD. Maradjak közel, nem Charles az egyetlen ijesztő dolog. Na várjatok, beállítások. Adjak-e rá még hangot, chat? Ez a kérdés. Meg lehúzom itt az egérérzékenységet. Pókvonat, pókvonat. Kicsit följebb eszem. Egy ilyen 20-ason jó lesz itt az egérérzékenységünk. Ez a pókverzumnak egy igen különleges része. Tárgyak használata. A használható tárgyak világítani kezdenek, ha föléjük viszed a kurzort. Jó. Mit tudok használni? El tudom vinni a fotót a masinériáról, nem? Semmit. Akkor ez jó, hogy ki van írva. Nem világít semmi. Aha. Az ott robbanóanyag, odafigyeljé. Miért nem hívják Jenőnek? Igen, Jenikó, hát viccesebb lenne. Vonat tremíz van a hegy tetején. Aha. Magyarul mondjad már. Aha. Megöltek egy mozdonyvezetőt. Oké, vonatot kell szerezni. Aha. Jó. De hogy sprintel a bácsi? Azt nézzétek meg! Azt tudja, hogy itt nagy gebasz lesz. Az 2-20-szal nyitja a DRS-t, az megy. Fasza. Shift-tel tudunk futni. Ez a Eugene, ez nagyon halkan beszél. Én azért be akarok szarni. Adjunk már rá még hangot. Hát ha nem félünk rendesen, mi értelme a játéknak? Ez az. Amúgy van DLSS a játékban, tehát technikailag hibátlan. Fussunk Eugene után. Elvileg nem akad, egészen jól fut. Ezek az indie játékok, tudjátok, hogy általában olyan szörnyen vannak optimalizálva, hogy csak na. Hol vagy, Eugene? Azért félek egy kicsit. De azért akarok rá hangot adni, hogy szarjunk be rendesen. Legyen félelmeteses. Szakadjon be a dobhártyánk, nem tudtok elbújni a pókvonat elől, srácok, ne legyetek gyávák. Van-e lába a karakteremnek? Nagyon jó a kérdés. Van, csak láthatatlan. Itt vagyok, Eugene. Hello. Ah, shucks, it's locked. A Eugene semmivel nem lett hangosabb. Not to worry, we can still find a way in. There's a small shack up the path that might have a key inside. Aha. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there. And I'll look around some more down here. Okay, Eugene. Thank you, my man. Kaptunk egy térképet. Oda néz, micsoda térkép. És a fészerből kell a kulcs, hogy megszerezzük a mozdonyt. Very good. És mikor jön a pókszörny? Elmegyünk ide. Ugrani lehet? Aha. Hogy ugrok a space-szel? Nagyon vad. Kinyitom a ajtót. Ott a kulcs. Van inventorink az I betűvel. Vasút állomás kulcsa. Nagyon jó. Huiii! 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 Halló? Good on you! Looks like you found it! Megtaláltam, Open Eugene. Open up that door and lead the way! Na! Dödödöm! Hol van a... Ott a vonat. Ja, ez a Charles! Hát én azt hittem, a pókvonatot hívja. De várja, hát azt is Charlesnak hívják, azt mondta. Lehet, hogy ez a pókvonat? Te démon vagy? Lebuktatlak, te. Szóljál, vonat. Jó vagy, Eugene. Hey, that's what I'm talking about. She's an oldie, but a goodie. Aha.
I'm going to inspect the train's exterior. Bele fogja vizsgálni a vonat. Te ilyen vonat perverz vagy, Eugene? Szóljál! Ha te ilyen vonatokkal háló gyerek vagy, akkor nem biztos, hogy veled akarom tölteni az éjszakát. Oda néz. Legendás vonatod. Gyorsan navigálhatsz vele a szigeten. Fegyver és pajzs az ellenségeid ellen. Újjáéledési pont. Itt egy tervrajz. Fejlesztések. Ott van HP a vonatnak, sebessége. Hát ez lesz a bázisunk, ez a vonat. Az mi? Mi van egy gépfegyver a vonaton? Ezzel kell majd lőni a démont? Azt a... Hát te buzogtat rendesen, te. Nézéssel célzol, tudsz tüzelni, rövid időre elakadhatnak, végtelen a lőszer. Hó, te! Hát persze! Ha bármelyik klasszikus vonaton érted, van egy gépítyú hátra kötve. Te, Eugene! Te hülye vagy amúgy? Bocsánat. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Aha. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. We can light up Charles with it and take him down. De hát erre a vonatra is rá van írva, hogy Charles. Are you ready to take this thing for a spin? Hát küldjük meg a vonatot. Nyomassuk neki. Jobb lába gázon, bal lába jobbon. Dur! De várjál már, ha neki megy! Yeah, baby! Eugene, te tök hülye vagy, bassz meg! Do you hear that? Ott van! It's him! Ott van! It's him! Kölyed! Get to the gun! De nem tud célozni! Küldjön neki! Ott a demonik! Eugene! Megette a Eugene! Hát lefulladt a motor! Haló? Hogy tudok főkelni? Várjál, már beragadtam! Hogy tudok kilépni a lövegből? Hát egy F betűt helyezzünk el Eugene-ra. Kapta halt, én meg beragadtam a lövegbe. Ja, escape. Nem, állj úgy! Hát visszamegyek érte! Eugene! This isn't how things were supposed to end. Hát jó hülye voltál, testvérem. Yes, sir. Easy out. Hát ez a legszomorúbb história, amit valaha láttunk videójátékban. Keresd meg a tojásokat! Keresd meg a fiamat! Hát itt egy kőkemény sztori van, te! Meg kell találni... De Eugene! Hát kivágta le a tojásaidat? A fiad? Nem volt tojása a Eugene-nak. Azért foglalkozott állandóan vonatokkal, hát mi a fasz csináljon szabad idejébe, szerencsétlen öreg? Levágták a tojásait, és elhagyta a fiát. Azt ott a jobb alsó sarokba le is ment a vonatunk HP-ja. Hát a semmiből megjött a pók. Na. Hát teljesen meg vagyok illetődve. Ott a térkép. Ott ilyen jelölések vannak. Milyen nagy ez a map, te? Na jó. Hát nem tudom, mit csinálja a gáz. Vagy vissza tudok menni? A tolatni is. Át tudok menni Eugene testén? Uii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 
Vigyázz! Na jó. Hát menjünk tovább. Hát elég szar állapotban vannak a sinek. Ha figyeljetek, aki pókot lát, az sikítson. Csúcsú! Nem látok sehol egyelőre. Démon pókot. Lehet dudálni? Hogy lehet dudálni? Nem lehet dudálni. Hát hazudtok nekem.
Nem lehet utálni. Hoppot, álljál már meg! Ott volt valami. Rükverc! Ott volt valami telep. Állj már meg! Fék! Szépen itt maradjál. Na, hát azért meg lehetne, azért az a féktárcsákat meg kéne nézni. Tudnom kéne amúgy, hogy mit csinálok? Itt van egy tábor. Vagy ez ilyen találd meg magadtól a sztorit játék? De nem nagyon látok küldetést. Meg kell találjuk a tojásait Eugene-nek. Hát itt semmi nincs jó, hogy megálltam. És ha leesek a vonatról, mi történik? Na jó, hát menjünk tovább. Ja, ott a duda! Tü-tü! Gáz! Ez az. Na hát itt mindjárt lesz egy útelágazódás, és itt ilyen színes emberek vannak. Opcionális küldetési. A kék a kötelező küldetés. Aha, akkor a kékhez kell menni. Na várja, mert itt útelágazódás van. Fék! Aha. Egy kicsit mehetsz, csak olyan lassan fékezel. Az hova van pőre? Nem oda! Nem oda! Nem oda! Álljál meg, te nagyon hű... El ne üssé! Eltol a saját vonatom. Arra akarok menni! Hol a kar? Itt a váltó. Ez az? Szerintem még mindig halk a játék, de lehet, hogy én vagyok süket. Szerintetek nem halk a játék? Hát szarjuk már össze magunkat. Úgy. Ez az? Gáz! Mi volt ez a hang? Na, ez az. Irányba vagyunk. Egyelőre demonikus póknak nyoma sincs, de azért, mert telejuggattam. Nem halk? Hát akkor én vagyok süket. Majd, ha jön a pókvonat, akkor kiderül, de hát akkor üvölteni kell. Aha. Itt lesz valami jó. Opcionális Johnny. Fék. Még egy kicsit gáz. Driftelgetni kell amúgy, hogy jó helyen megálljak. Csá! Adj már fegyvert. Hú, de ronda vagy. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. A új fiú, hello. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Aha. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here, and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask. Aha. Check out the balcony, and take whatever you can use. Good luck with everything. Köszönöm szépen. De most az a küldetés, hogy vigyem el a csajnak a cuccait, ez tetszik. Még arról szól a küldetés, hogy másnak a cuccait vidd el, az nagyon tetszik nekem. De Shunen, ha zárva van a fészer. Azt nem mondta, hogy be kell másszak. Nézd meg, itt körbe kell menni, azért a konyhába nem enged be, de az erkélyről elvihettem a mételepre a vasat. Aha. Azt mondta a némber, ezzel tudjuk javítani a vonatot. Összelútoljuk itt szépen a metálot. Olyan türelmesen várunk, amennyire csak tellett tőlünk, de az elmúlt napok zűrzavarosak. Charles az utóbbi időben agresszívabb volt. Ha. Egyre durvul a vonat. Ott meg ott a térkép. Azzal semmit nem lehet csinálni. Lámpa legyek. Itt meg alszik a némber. Oké, csá. Jó. Kösz a lootot, tesó. Sok sikert, ha jön a pók vonat. Abban rozog a házba. Nagyon jó. És akkor most főfejlesztjük a vonatot abba a pillanatba. Figyeljetek. Azt mondja, javítás. Azt ott főbrúztoljuk. Sebzés, csak a dam. Csak a damra kell menni, ezt kevesen tudják. Csak a sebzés. Nagyon jó. Akkor fémet kell lopni, és azzal lehet kalapálni a vonatot. Ez az. Csúcsú! Azaz mi az a vudu baba ott a sarokba? Az a fa dolog az ott, ami? Nem tudom. Na, irány előre! Hova megyünk a következő emberig?
Nagyon szép ez a mozdony. Szép sárga. A szebb, mint a pókos. Azt itt lesz még egy küldetés. Fék! Halló? Hú, tehát ez itt maga a mételem. Hát itt figyelj, itt nyers vasakat úgy elvisszük a fémlemezeket, mindent, hogy csak na. Halló? Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Aha. Akartam mondani, milyen jó férfi csöcsöd van, nekem is hasonló amúgy, tetszik. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here, take them. Uh-huh. If you can get that chest open, you'll earn my respect. And I might just give you some scraps to help improve your train. Köszönöm szépen. Lockpickelni kell, föl kell törni a ládákat. Azt mondta, hogy ő is ad nekünk fémet. Hát nagyon szegényesek a körülmények itt a legerősebb kereskedelmi nyersanyag, az a fém hulladék. Na várja, mit mondott? Huna láda? Ki kell nyitni a ládát? Melyik ládát kell kinyitni? Azért az ingyen lootokra én itt rámegyek. Azt mondta a láda. Halló? Ott is van ingyen loot, át kell nézni mindent. Ez a beszéd. Na, amíg itt lootolok, közben megköszönöm Dovinak, Kenéznek, Nikinek a szupercseteket, Van Art Turistnak, Flopinak is a támogatást, nagyon szépen köszi, Shotix Killer, President, Onigo, Gabi, Jenikol, köszönöm szépen, srácok, mindenkinek, és Domos, köszönöm szépen neked is. Elég goofy a játék, de pont attól jó. Na, ládát adjál. Ott van a láda. Na figyeljetek, ez nagyon bonyolult. Hopp! Ez ilyen ritmusjáték. Tehát a ritmus... Aha. Nem áll, hogy előről! Édes Istenem, nagyon fogok ti... Az édes anyádnak a telefonszáma... Hogy legyen a gázszámlád 50 ezer fölött. Add már... Ez a... Nyugi. Ez a első... Hűte. Hűte. Ott elsőre, easy, elsőre kinyitottam. Ott van a, ott az ősember rajzot, nézed oda? Ősemberek ábrázolták már, ahogy a pók démon vonattal küzdenek. Akkor még botokkal és pattintott kőeszközökkel próbálták legyőzni a pók vonatot. De már akkor is voltak vonatjaik, tehát hogy éppen, hogy megtanultak eszközt használni, meg a tüzet, de gőzösük már volt. Hihetetlen, micsoda lórja van ennek a játéknak. Be lehet szarni. Dödödöm. Ott is. Minden, ami mozgatható és fémből van, azt visszük. Kinyitottam a ládát, Johnny. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. Hát fürge ujjú, így hívtak a jányok is annak idején még. That's an odd looking piece of junk you found inside there. Uh-huh. But let down, to be frank. Nem tetszik a rajz. You earned my respect. So here's some scraps, like I promised. Kivívtuk a tiszteletit neki. Nagyon jó. Hát srácok, már két mellékküldetést megcsináltam. Ha százalékban kellene kifejezni, hogy mennyire izgultok, akkor ti hány százalékot írnátok? Én már nagyon izgulok. Szerintem ez már 99% veszély. De nagyon sus. A szituáció nagyon sus. Na jó. Megyünk tovább. Gáz! Nagyon fontos mindig dudálni a vonattal, azt ne felejtsük el soha. Fék! Nem fejlesztettem, de majd mindjárt fejlesztek. Csókolom! Hú, de rusnya vagy te is. Itt mindenkinek ilyen megereszkedett jellegű a... The monster hunter has arrived, I see. Az én vagyok a szörnyvadász. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Mindig elmenekül a pókvonat. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Egy hatalmas 1v1-es küzdelemre ki kell csalogatni. Dispersed around the island are 3 eggs. Toás. Locked in the island's 3 primary mines. A bányában.
Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Mint halálig azt a... Össze kell szedniük a tojásokat a bányából, és akkor a mint halálig tartó küzdelem a templomnál. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. Ujjaj, őrzik a tojásokat. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. Okay. Be kell hatolni a tojásokért a bányába, srácok. Micsoda fordulat. És akkor a sziget közepi templomba kell csábítani a pókvonatot. Nagyon durva. Hát ennyire én nem tudom, mikor izgultam utoljára a bosszúállók vetítésen talán. De hát annyira még talán ott se. Na akkor fejlesszük a vonatot. Megkaptuk az első bánya kulcsot. Mivel hihetetlen csanádok vagyunk, csak a damra rakunk. Oda néz, már hatos sebzésű a damázsunk. Hát szemben a Charles, azt leköpöm. Nagyon jó. Ez az lehet menteni a játékba, vagy az ment magától? És miért van amúgy egy bödön sárga festék itt? Na mindegy. Gáz! Csúcsú! Na hol a bánya? Várjál, fék! Ott a bánya! Hű! De várjatok, mert ott a bányába... Ott elfek is lehetnek. Halló! Oda kell pedig lemenni a bányába? Fegyveres küldetés. Hát aztán hogy? Hát de itt ilyen izé van, várjatok már. Hát itt lelőnek a katonák. Halló! Jó napot kívánok, itt kigyújtotta föl a objektumot, csókolom. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but aha, as you can see, it is slightly backfired. Hát eléggé visszafelé sült el a terv. Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. Aha. I would love to save the shed, though. Hát az már leégett, az hova mentett, testvérem? If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it. Elvihetjük a izét? A lángszórót? Hát de vajon tűzálló-e a pókdémon? I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting, so... Jó van. És mikor ég le a tűz? Nem sétálhatok bele? Nem lehet, hogy én vagyok Daenerys Targaryen, a sárkányok anyja, a tűzben járó? Hő? Hú, várját, párja, perzselődök, nem jó? Majdnem haltam. Azért a könnyű fém felniket viszem tovább. Ja, itt van az oltó. Ott már spritzkolom is. A hónaljamat is kicsit lemosom, ide be kell guggolni. Ez az. Nagyon jó. 10/10-es helyzetfelismerés. Ez tetszik ez a játék, mert így nagyjából pont annyit kell gondolkodni, amennyire képes vagyok. Tehát így kb. Sem ennyit. Úgyhogy ezért ez nekem nagyon jó megy eddig. Áó. Na, figyelj, viszem a lángszórót. Hol van? Narancssárga festék! Hát abban a pillanatban indul a Fidesz, mármint... Ez csúnya volt, elnézést kérek. Hát megy a kampányvonat! Hát már festjük is át. Nagyon jó. Ennyi? De hol van a lángszóró? Halló? Jó napot kihányog. Hol a lángszóró, testrész? Use it here. Take old bug spray. Cause of this chaos. Rovarírtó. I don't want to see it anywhere near here. Nagyon jó. Mehetünk. Köszönöm szépen. Att itt azért még lehet mozgatható fém bizony. Ő kell fedezni mindent. Hát itt még a skineket is lehet gyűjtögetni a játékba. Azért ez így már évjáték a lehetőség. De néha ilyen lépéseket hallok a fák közül. Ha lehet, mondjuk a sajátjaimat hallom. Ott a narancssárga fej. Oda nézzél! Abban a pillanatban! Hát milyen menő lett? Az a baj, most már csak egy megállója van a vonatnak, mint nem. Elnézést, magas labda volt. Ez az.
Ott a rovarírtó. De ha hülye vagy, úgy főgyújtom azt a... izét. Ó, nagyon jó. Ez az. Új fegyver. Jó, kicsit túrjunk a páncélzatra is. Nagyon jó. Mennek az upgrade-elések. És mehetünk tovább. Ott az mi? Ja, az a bánya. Hát akkor menjünk tovább a bányára. Gáz! Csú-csú, motherfucker! Na csak gyere! Gyere, te démon! Szétferzselem a testedet, amint megjelensz. Mondjuk egyelőre nem annyira akar megjelenni a vonatka. Fél tőlem, azért tudja, hogy ki a Sigma ragadozó ezen a vidéken. Hopp! Várjál, fék! Fék, túlmentem! Ott a bánya bejárat. Ez az. Tödödöm. Na várjatok, itt ilyen misztikus zene van. Ott a bármi is megtörténhet. Bemegyünk. A köny... Mi volt ez? A demonikus az? Ó, vagy teged. Mármint, bocsánat. Jó van. Lopjuk a fémet. Déli bánya. Zöklőmentesen halad a szerszámok, kitartanak. Jó ütembe halad a munka. Aha. Nagyon veszélyes, hogy bárhonnan megjelenhet. Nagyon jól lopakodik, biztos a kis vonat. A nehezen észrevehető egy demonikus mozdony. Na jó, hát akkor menjünk be a bányába, figyeljetek ide, hát én ott rámegyek. De ott még van egy kis shed. Ott még viszem a fémet. Mételepen eladjuk. Halló? Szerszámok, nem lehet fölvenni weapont? Tehát fegyvert, mint olyan. Nagyon inasba rakjak bárkit, akit meglátok. Nem lehet. Na, akkor menjünk be. Halló? Ott volt kulcsom. Na de várja, a vonattal kell bejöjjek? Nem, már ide nem fér be. Halló? Ja, toásért jöttem. A vonatnak a tojásáért. Hú, nagyon misztikusos. Miközben a legtávolabbi aknában dolgoztunk, áttörtünk a falon egy nagy barlangba. Van itt valami furcsa. Eugene itt dolgozott. Lopakodás. Aha. De várjál, eltűnt a tip. Tehát nagyon jó, hogy kiírta a lopakodást, amint rányomtam a kúra. Chat, hogy kell lopakodni? Q-val meg az E-vel tudok nézni. De mi a lopakodás lényege? Mitől lopakodok? Nincs ilyen googolás? Halló? Nincs itt semmi. Nem csinál a C-vel semmit. Easy. Professzionális vagyok. Ez az. Nincs guggolás. Ott a zöld szín! Na, a Fradi vonat! De hát nincs itt semmi. Hát mitől kell lopakodjak? Halló? Hát mik vannak itt? Kicsi démon vonatok? Vagy micsod? Halló? Hát itt csak egy könnyű fém van. Hát most itt beparáztat a videójáték. Halló? Hát nincsen is itt senki se. Hát nagyon félek, mert itt a... Lehet, hogy kikeltek a tojások. Halló? He? He? De ilyen kinézegetés van. He? Ott van valami tűz. He? Halló? Én kukizgathatok itt jobbra-balra, de hát nincsen. Oda nézz szét.
demonikus turhavíz van a barlangnak a mélyén. A nagyon veszélyes. Itt meg összekrétázták a falat. Nagyon para. Na itt már dudorázgat valaki. Halló? Hát de nem is voltam itt! Hát de nem lát, hogy láttál meg? Nem láthatsz, ez illegális. Hát akkor viszem a toást. Vittek... Áó! Hát a anyádnak a segít lődözzette paraszt, csá! Gárom! Hű, basz meg jön! Fussá már, Johnny! Tö-tö-tö-tö-tö! Sosem kapsz... Hű, te az jön! Futi! Hát jön a maszkos, az ilyen izé volt. Az ilyen pap volt. Az ilyen vonathívő volt. Ott volt a maszkján a Charlie-nak a pókarca. Hát üldöznek a vonathívők, ilyen van te! Gyorsan fő kell pattani a Fradi vonatra, az gáz! Hát mit kaptam? Hát ánuszon pőrentett egy maszkos fószer. Csá, köcsög! Majd a sírba találkozunk! Na. Jó, itt fékezzél egy picit. Mekkora egy patkány volt a maszkos férfi. Na. Sebességre rakjál egy picit. Úgy. Ez az. Milyen szép lett az őd vonat, nézd meg. Gyönyörű. Hát komolyan mondom, egy jó reggeli túrhához tudnám hasonlítani, hogyha undorító lennék, de nem vagyok. Gáz! Csúcsú! Na hova menjek? Van itt egy csomó sárgaság, vagy egyből megy? Tessék! Van itt valaki? Ott van a démonikus! Gáz! Perzselem! Várjál, kifogytam! Ács! Fölgyújtom a testet! Ács! Wiki! Kapja! Gyulladozik! Ács! Nagyon könnyen kifogy a lágszóró! Menj már innen, te patkány! Ott beszart. Föladta. Eljövök, érted? Meg édesanyád ér is. Na gyere vissza. Posol, mi? A Fradi vonatot nem lehet csak így megpókozni. Mennyit sebződtem. Ú, te. Majdnem megölt. Ez a lángszóró, ez nem olyan jó, te. Ez pörencsed föl, légy szíves a izét. Lassítás, tűzgyorsaság. Ez jobb, ez a sima fegyver. Ezt arcon kell pőrenteni a gépfegyverrel inkább. Na jó. Itt még vannak ilyen opcionális küldetések. Oda-vissza kéne menni. De oda nem lehet végig tolatva menni? Itt nem lehet átállítani a váltót. De ha azt így kihagytam, akkor hogy megyek oda-vissza? Körbe kell menni? Na jó. Körbe kell, gáz! Csúcsú! Útelágazódás. Menjünk a főküld, menjünk előre a kékre, most nem tudom, hogy mi. Menjünk előre egyelőre. Aztán majd meglátjuk, hogy mi van. Gáz! Csúcsú! Ott van valami fék. Belútolom. Ingyen fémet azért elvisszük. Készletek kipakolása teljesen sok dologra rávilágított. Egész nap dolgoztunk itt a kikötőben. Aha. Elképesztő az infrastruktúra költsége. Hát micsoda gazdasági szempontokat is figyelembe vettek itt ezen a szigeten, te. Hát itt kivéreztették a belit azért valakinek, ahogy nézem. Hát micsoda rejtélyeket rejthet amúgy a park. Hát hát nézzük már meg. Hát ki tudja, hogy mi lehet itt a parton. Figyeljetek. Itt
lehet, hogy egy teljesen más fordulatot vesz a játék, ha ide lemegyünk. Nézd meg, ott az ingyenlú. Halló? Új, de nagyon misztikus hangok jönnek. Oha, mintha valakinek a bele az nagyon éhes lenne. Halló? Van itt valaki? Nagyon érdekes, mennyi lore lehet itt elrejtve a játékkal kapcsolatban, amire nem is gondolnánk. Például kik voltak a szülei ennek az előbb felvett fémhulladéknak? Mi az ő története? Bármi lehet. Nézd meg, ott ki lehet a fószer például. My goodness, the others actually convinced someone to come help us. I'm so glad you came, but I simply cannot stay here. Ő annyira laza, hogy bele se néz a kamerába. Elhagytam egy festéket? Direkt csináltam. Teljesen direkt csináltam. I've brought all my belongings here, so I can leave immediately when a boat arrives. Although now that I think about it, I did forget my journal at home. It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train of yours. Higgyétek el, jobb, hogy kitakarom az arcát. I'll give you all the scrap metal I have. Just please, bring the journal next time you're here. Hát ennek meg kell a napló az öreg kakitánynak. Itt várja a hajóját. Jó van. Hey, itt is bőven elég fém hulladékot találok, ne aggódjál. Mindenki telepatikusan kommunikál a szigeten, ez így igaz. Halló? Még pénzt adjatok. Aha, megtaláltam az ajtót. Erre nem számítottatok. Aha, ott a sziget térképe. Imádkoztam azért, hogy valaki az első evakuációs csoportból küldjön vissza egy másik hajót. De mindannyian azt hiszik, hogy George utánpótlás szállító hajója még mindig evakuálja az embereket. Ha Charles elsüllyeszti a hajót, mindennek vége. Na, hol volt a festék? Nem tudom, hol hagytam el a festéket. Ott van. Szürke. De ti pirosat mondtatok, nem? Mindegy, úgyis Fradi vonattal megyünk. Na jó, hát ez szuper izgalmas volt. Az hol hagyta a naplóját ez a hülye? Ja, ott. Jó, az mindegy. Menjünk vissza. A bányánál is volt? Lila? Hát az biztos, hogy nem. Hödödöm. Figyelem, minden lépésünkre oda kell figyelni, bármikor megjelenhet a demonikus pók. Nagyon veszélyes. De reméljük, hogy fél a zöld színtől. Na jó. Kis gáz. Pici fék. Megcsusszantod. Menjünk tovább jobbra a bányához. Ez az. Gáz. Csúcsú! Dödödöm-döm. Egyelőre démonikus tevékenységnek nyoma sincs. Közeledünk a piros és a kék emberhez. Mi pedig a zöldek vagyunk. Itt vannak szép fák. Ott pedig víz található. Ott a hold, és esik az eső. Jelen pillanatban ezeket a megállapításokat tudom tenni. De nagyon figyeljünk, bármikor a fák közül kiosonhat egy demonikus gyilkos. Megjövés? Aha, itt vagyunk. Fék! Halló! Jó napot kívánok! Nessali vagyok, hobbiból démonvadász, vonatrajongó. Csókolom a szakálladat, te. Paul asked me to design a new weapon to help you, Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. Rakétavetőt csináltál.
I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. Hasta. So building this puppy was a hell of an opportunity. Uh-huh. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Uh-huh. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? A bunkerbő. Jó, rakétavetőt fejleszt a fiatalember, oda nézzetek. Elhiszem, hogy unatkoznak ezen az üres szigeten, a demonikus vonattal nincs mit csinálni. Ott a Paul kérte meg. A Paul, akit a Eugene küldött. Hogy rakétavetőt fejleszen. Hát nagyon meleg itt egyébként, ez ilyen gyúrós ez a figura, hát bármikor szájba basz minket, úgyhogy vigyázzatok. Na, el kell hozni a rakettalőszert a bácsina. Halló. Könnyű fém felni. Ez is az. Csókolom. Most rajtad miért nincs se ruha? Hát de ronda vagy. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Greg. Ez itt a helyi Monk. Name's Greg, by the way. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs. Három toás. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. De lehet, hogy nem is gonosz a vonat. Hát valaki megkérdezte már az érzéseit a vonatnak? To prevent this, we need you to steal all 3. And use them to bait Charles, so we can destroy him. De lehet, hogy csak egy meg nem értett gondolkodó. One of the eggs is in the north mine. Jó van, megkaptuk a északi bánya kulcsát. Aha. Aha. Nagyon jó. Ide kell menni a rakettáért. Akkor tovább megyünk a rakettáért. Very izgalmas. Hát lehet, hogy csak egy jó piszológus kéne a vonatnak, hogy meggyógyuljon amúgy. Csak a dam. Jó. Ez a beszéd. Gáz! Szevasztok! Jó rakettázást, meg félpucérkodást nektek. Hello! Mi akkor egyenesen megyünk, aztán fékezünk. Itt fogunk egyet fékezni. Aha. Azt itt hogy jutok be? Várjál, mert ilyen robbanások veszély van. Ott van. Halló! Ott egy dinamit. A nagyon jó. Azt hogy csinálok a dinamitra bármi? Halló? Ki ott vannak a raketták. A bunkerban. Nagyon jó ez a normandiai vidék itt, ez a elegáns. Hú te! A pukani fog. Hát, az jó van, nem tudtam, hogy ekkorát pukani, kicsit lesebződtem, de... Halló. Hú, itt is mindenhol vérzés van. Oda nézzetek, vérzik a plafon! Biztos ettől a mozgó kötéltől vérzik a plafon. Valaki megbántotta nagyon ezt a bánya lejáratot. Nézd meg, ez egy kígyó. Azt hinnétek, hogy kötél, de nem. Na, e meg be van zárva. Nyíljál már ki, köcsök! Ez nem a Katy Perrynek az új száma? Nem? Pedig azt hittem, ilyenekre szoktak a diszkóba ilyen dárembészre táncolni a fiatalok, nem? Hát ehhez kellene még egy pukkantó. Vagy ott a pukkantó! Gáz! Repül! De hogy? Te 300 méter, köbméternyi, kilométeres robbanása van ennek, te. Megőritesz itt a hülyeségeddel. Megvan a raketta. Johnny Smithhez, Johnny Sinshez vissza kell térni. Lövedékteszt. Aha. Sikeres lett a negyedik verziójú raketta. Demonikus vonatnak, aki megenné a lelkünket, nyoma sincs. Nagyon jó. Az mi? Mi van? Mindenhol válfa a falon. Vagy ilyen ruhaakasztó.
Mindig lerakták a kabátjaikat a katonák, vagy? Hát nem tudom, nem értek hozzá. Na, hát visszamegyünk, azt főszereljük a RPG-t a vonatra. De az a baj, itt menni kéne egy kört. Hát 63 ezer kilométert, hát én inkább visszagyaloglok a bácsihoz. Mert vonattal visszamenni az nagy kell. Hát te tolatok! Amúgy tolassunk! Biztos van tolatóradar is, nem? Itt aknamező közepén megyek át, amúgy éppen csak kérdezem. Nem baj, csak vicces lesz a főrobbanó. Hát figyelj, rükreszbe vágjuk a fradibuszt! Azt visszatolatunk. Mi van, hogyha leesünk a vonatról menet közbe? Hát ilyen termalisztikus követőrendszer van benne, ne aggódjatok. Na, már megyünk is. Oda nézzél. Azért nulláról százra 4,5 másodperc alatt tolatva is megvagyunk. Van itt kraft. Hát lehet, hogy jobb lenne eleve hátrafele menni, úgy küldi neki a vonat. Hopp, itt vagyunk, fék. Szia, Johnny! The launcher is in complete working order, so I'll let you take it from here. Köszönöm. Oh, and take good care of it. After you're done, I have a few people to visit with it, if you catch my drift. Persze, a totális terrorizmust akarod végrehajtani. Drága pupilla nélküli pajtás. Köszönöm a rakettavetőt. Nessai nézi a YouTube chatet, vagy csak a Twitch-et? Abszolút csak a Twitch chatet nézem, mert ott nincs adás, és oda nem ír senki hülyeséget, tehát hogy... nézem, persze, hogy nézem. Na! Hát de most figyelj, most itt mesélem nektek a sztorit. Hát nincs itt erre idő. Nézzük meg a statjait a rakettavetőnek, ott van. Az a legnagyobb sebzés. Hát akkor azt kell használni. Egyértelmű. Legnagyobb dam! Nagyon jó. Ezzel úgy szájba fogom lőni azt a vonatot, hogy csak na. Kiváló. Na. Csúcsú! Gáz! Jó, és akkor mehetünk a második bányába. Igen. Oda, éjszakra. Szembe jön valaki. Vissza kettő bakmok. Rakétával szájba lőjük. Nagyon jó. Erre iszok. Hát ilyen sikeres démonvadászati küldetésen még sose voltam egy vonattal. És még a rakétáink is szép zöldek, pontosan. Nagyon jó. Lesz-e F1-22? Hát ez az F1-22. Hát mi egy Forma 1-es autó a rakétavető zöld Fradi vonatomhoz képest? Nem szatok már föl. Hát ez a következő szintje a Forma 1-nek. Egyszer tudna ennyit fejleszteni, a Ferrari nem lennének gondjai. Úristen, átment a hold a másik oldalra. Egyre durvább ez a videó játszik. Haló, vonat! Gyere, ha kemény vagy! Nem mersz jönni, Charlie! Vagy hogy hínak téged? Várjál, fék! Ne most gyere, mert most váltok! De egy sétálgatva is össze lehet futni a demonikus gyilkos vonattal? Vagy ő ilyenkor elmegy a barlangjába? Szuszikálni? Gáz! De ne oda gáz, te hülye! Hát túlmentél a váltón! Úgy! Gáz! Ez az. Irányba vagyunk, minden kiváló. Reméljük egyik híd se fog leszakadni. Hallom a dudát valaki. De vagy az, csak ott van! Verekedés! Szájon lőlek, keszeg! Na gyere, ott kapod is! Dur bele! Figyelj, ellőleg 65 kilométerről is. Ott repül. Nézd meg, nem ismert jönni, beszar. Na menjünk már vissza. Rükvenc. Te Charlie.
álljál már meg! Ott van. Fék. De innen elő, kiszniperolom. Hűljön! Gáz! Előleg te! Ott van, kapta amúgy. Lement a HP-ja. Állj már meg te, hát kilövöm én innen. Nem kell nekem toás. Kilövöm. Nézd meg, ott johnizik a tengerparton. Ott havajozik. Te Charlie-kám! Gyere már ide apához! Merj jönni, ha be van szarva! Gyere már! Állj már meg egy helybe egy picit! De hát ez tök hülye! Hát nem csodálom, hogy egyedül vagy a fajtáddal, ilyen hülye vagy! De kihalóval lévő biológiai kreálmány a vonatdémon, hogyha nem bírsz nyugton maradni egy helybe két percet? Hát kihal a családod! Hát evolúciósan ez nem megfelelő, hogy nem bírsz a seggeden maradni. Állj már meg! Azaz! Szerintem feldühítettem, ez probléma lehet! Gáz! Hűtje! Hűtje! Na, az ennyi, ez... De ez olyan, mint a bulik az iskolába, szerintem. Egyszer visszaütsz, azt az élettől is elmegy a kedve. De azért nyomja a keményet. Egyszer szájba verjük, azt elszalad haza az anyukájához. Na. Most legalább nem fog minket zaklatni. Nem lehet utána menni és ököllel megverni? Egyszerűbb lenne. Na mindjárt itt vagyunk a bányánál. Ott egy láda fék. Vagy az nem láda? Ha kinyitom, add ide. Úristen, mennyi fém! Nagyon jó. Hát ebből egy ladát is tudunk építeni. Vagy egy egész páncélzatot a vonatra. Az is tetszene. Gáz. Ha csúcsúzok, akkor jön. Dehogy jön! Csicska, ez nem jön. Fény! Kényelmesen tudok taknyadzani. Nem bánt ez senki. Mindenki félreérti Charlie-t. De igazából a lénynek sem árt. Na, addig pótolom az elmaradásaimat. Králics Gergőnek nagyon köszi a tagságot és a szupercsetet. Vivi, köszi a szupercsetet. Harc közben cserélted a fegyvereket. Á, köszönöm. László, neked is köszi a szupercsetet, illetve Ádámnak. És meg is vagyok. Ádám, köszi neked is a tagságot még egyszer. Na, itt a bánya. Meg ilyen legyek is röpködnek szerte széllyel. Megkezdjük a hatolás. Milyen héj? Te menjél már, nyugodjál már, hatta, tö. Te, ha erről nem volt szó, hogy ti már itt jöttök. A meddig? Hogy te üldöz egy paraszt? Nyugi, a hatalmas zsebét missziót hajtok végre, hatalmas kerülések, fogalma sincsen. Nem tudja, hogy e-sportoló vagyok. Fém hulladékgyűjtő e-sportoló. Fogalma sincs. Hát lopakodjon, akinek hatanya van, érted? Hű, te jön utánunk. Na, itt a kezdők lopakodnak, mutatom, hogy csinálja egy profi videójátékos. Ne. Nem lősz, te buta vagy, te nagyon buta. Hú, azt még ki kéne lootolni. Ne lőjé, te! Édesanyádra lőjé! Hűte, hol a toás? Azt ki kell nyitni. Áucsi, ucsi! Az az ánuszrózsámnak a közepe volt. Mi? Elvesztem a vasat, ha meghalok? Beep, 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 beep.
Zero halál, nyugi. Na jó. Meg kellett próbálni ezt a taxot. De legalább már tudjuk, hogy hol van a toás. De most az a baj, hogy ezek itt járőröznek. De most hogyan lopakodjak, ha nincs lopakodás gomb? Hát ott az a gyerek az észrevett 65 méterről. Na most honnan tudjam, hogy hol vesz észre? És ha elfogy a vasam, akkor nem tudok újraéledni, vagy mi? Vagy az a taktikus, hogy elköltöm az összes vasamat, és akkor nincs mit elvegyen a játék, ha meghalok. Nem látom, egy távcső nincs a játékban. A vakok és gyengén látók számára hogyan elérhető ez a videójáték? De hát én nem is láttam a tagot, az meg már jön a sotival a seggembe. Hát ez csalás. Én vittem, tesó. Hát hol a kijárat? Hű, te ott volt a bácsi! Fogalma sincs, full hülye. Jugi, nem én voltam! Hű, ezt biztos nem hallották meg. Csöndesen nyílt le a híd. Fogalma sincs. De szia, uram! Kutyáidat sétáltatod, cső! Hű, ott hagytam egy fém hulladékot! Semmi gond! Hát gyors vagyok! Tudod, mikor voltam utoljára gyors? Anyáddal! Bocsánat, kap egy ík, oké, leléptem. Whee! Ouch! Get em, boys! A Fradi vonaton nincs még! Gáz! Kap egy íkok! Csá! Csúcsú! Hi-hi! Na, egy rakás maszkos hülye. Ez az. Ég. Na, hát így kell ezt csinálni. Nagyon jó. Kis dam. Hát mennyi, milyen sokba kerül a dam? El kell költeni a pénzt, mert különben elveszik a halál által. Nagyon jó. Hát ezt a játékot, ezt inasba rakjuk. Hát egy professzionális gamernek, ugye? Easy mód. Na, menjünk a következő piros csókához. Gáz! Amúgy el lehet őket ütni a vonattal? Ez mekkora ötlet? Na, legközelebb ilyen köcsögök jönnek, elütjük őket a vonattal. Álljál meg, ott loot volt. Toljál egy rükvercet? Magamat el tudom ütni a vonattal? Amúgy nem megy a vonat, ha leszállok róla. Hát én beütöttem a rükvercet. Bekapcsolva hagytam a kéziféket. Mi pittyeg? De ezek ilyen ciripáló bogár lények. Aha. A gáz. Itt van egy kék fószer, beszélünk vele. Oda nézzetek, ez egy municipális építmény, az Araneárum. Ú, te! Hát ez itt a gazdag környéke a szigetnek, nézzétek meg! Ezek már ilyen bükkfaberakásos vityillók. Itt már a gazdagok laknak. Csókolom! Aha. Ez mind a összes gazdag itt lakik a szigeten. Azért a fémet viszem, köszönöm szépen. Halló? Azt nem. Azt vittem. A lázadás. Ú, itt föllázadtak a Warren ellen, a bányász férfi ellen, aki tenyészteni a demonikus vonatokat. Nem csodálom. Haló, nézd meg, ott áll a teraszon, azt nem zavartatja magát a fiatalember. Igen. Haló, mit nézel? A szomszéd szigeten lévőket kukkolod?
Szégyeld össze magad, micsoda dolog ez. You're the archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Uh-huh. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. Érj a lényegre, Pál! If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to nem, catastrophe. Ezt még senki nem mondta. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, bárbajra we've hívjuk. Devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. De mi pár, de ökölpár harcra? Vagy kardvívásra akarjuk kihívni a demonikus vonatot? Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. De el sem mondjuk neki, hogy amúgy visszajött a faterja, csak hát a balesetet szenvedett? Démon pókvonat általi halál lett a pontos diagnózisa. De öcsi, de amúgy apád jó ember volt. Akit Eugene-nek hívnak, az csak jó ember lehet. Na jó. Menjünk tovább. Nem lehet rövidíteni, de... Áó! Wee! Gáz! Ott egy ház. Fék! Hello! Azt nézd meg, ez milyen tábora van ennek. Na ez már, itt már egy kompetens élőlény lakik. Mondjuk nem tudom, hogy ez a fagerenda mit csinál a démon vonattal, de ez már csinált valamit. Hú te! Hát te ilyen a Teslának azt a mindenségit! Anyám! Ha veled azért nem mennék ki 1v1-re a kocsma elé. Mit csinálsz? So, the fabled hunter has finally arrived. Igen? You know, my late husband built a gun to help fight Charles. Aha, fegyver. But Warren's goons stole the barrels and took them up to their camp. Bob was such a brave Bob. Man. Much braver than you, I bet. Honnan tudod, hogy én milyen bátor vagyok? If you take what I have left of the gun and steal back those other parts, you can put it back together to use against Charles. Just do me one favor, will ya? Engem? If you do end up using it, name it Bob. Bobnak hívjam a fegyvert? Jó, akkor Bélának fogom hívni. Adjál fémet. Köszönöm, anyám. Na, azt onnan kell neki, ott be kell szivárogni. A következő fegyverhez. Szépen vagyunk. Az asszonyság. Gertrudius. Gáz. Várja, ott egy templom. Hát ott az elhagyatott templomba, de bármi is lehet. Halló. Mai prédikáció igazi inspirációként szolgál nehéz időkben. Gyászoljuk elveszett testvéreinket. Hát mind elég nagy gyászok vagytok itt ezen a szigeten. Oda néz. A fekete festékdoboz. Na most lehet a Fradibuszból demonikus vonat. A prédikáció vázlata. Isten nagyon haragszik. Sársz az ördög. Mindig halattomos. Pók a kígyó ellen. Isten mindig nyer. Áldozatok, ne sír sokat, csak kicsit. Zárom az imád, takarítás. Nagyon jó. Egy pap jegyzetei című rövid dokumentumfilmünk. Forgatókönyvét láttuk. Na, adjál damot. Milyen sokba kerül a következő dam? Jó. Gáz. Ne fék, mert egyből itt van a következő. Hello? Kitalálom téged, hogy hívnak? Albert. The Archivist. Majdnem. All your radiant glory. Hogy mondod? Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have to warn you about something. Igen? There's an ancient shrine on the island. A pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. Igen? The prism seems to have been designed for one purpose. To destroy monster eggs. Hoppá! A prizmával el lehet pusztítani a tojásokat. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. Oda kell belehelyezni majd őket. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted,
seemingly drawn from the eggs themselves. A tojásokból vonja ki a oxigént, a energia csóva. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes into a halálos küzdelemig, így fogjuk elcsalni a demonikus vonatot. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. Ajjaj, de az elnyeli a atomenergiát, elnyeli a démon vonatot, arra vigyázni kell. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. Uh-huh. However, it's not my place to oppose. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell. Ajjajjaj. A vigyázni kell, mert ha előidézzük a toásokkal az atomvillanást, a demonikus vonat a testébe szívhatja az atomenergiát. Ú, te. A Charles akkor támadta meg őket először, amikor épp egy toásból vonták ki az energiát. Úha. És úgy nagyobb lett. Hú, és erősebb. És eltorzult az arca. Tehát eredetileg lehet, hogy egy kedves vonat volt. Csak elpusztították a toás gyermekeit, és ezért megharagudott. Ó, jaj. Hát akkor gyakorlatilag a pusztulást hozzuk el az emberek számára. Ott van az utolsó bánya. Azt a megveszekedett mindenség itt neki. Hát hova tud még ez a történet tovább izgalmasodni, gyerekek? Hát át is fest, most már így át kell festeni feketére. Oda néz. Más a villám is becsapott, innen kezdődik a durvulás a sztoriba. Igen, ő volt Thomas a gőzmozdony annak idején, de mára már minden megváltozott. Kifütyült. Fütyülsz és hazudsz. Ne fütyülgessél, mert megrakétázlak. Fék. Mindig minden a rossz irányba van kapcsolva, nyilván. Én itt balra megyek. Pontosan. Ez az. Dödödödöm. A pénz és a hírnév változtatta meg Thomas-t a gőzmozdonyt. Úgy van. Pont mint engem. Mi? Mehetünk. Annyira megható ez a történet, hogy nem bírom ki. Muszáj kifújni az orrom. Na. Láda. Vinném. Úristen, mennyi pénz! Nagyon jó. Hét. Ez kevés. Na, várjatok. Balra kell menni. Igen. Gáz. Ja, hogy de itt már jönnek a Johnny. Hát menjünk már át rajtuk vonattal. Hát gyertek már, parasztok. Na most jöjj, hülye gyerek. Hihi. Várjál, eszkép. Gáz. Na gyertek. Aha, lövöldözünk itt maszkba? Kis köcsögök. Aha, álljál meg! Ah, gyere a sotiddal, lőjé, gyere! Lőjé a sotiddal! Ezt kapd el, hülye, ajjaj! Na! Most mondjad, mi van? Akarsz még patkánykodni? He? He? Hogy nézel ki? Anyád látna, elszégyelné magát. Beszivárogtunk csöndesen. Ezt már szeretem. Hát itt tele lehetünk lúttal. Csókolom. Hú, nem lehet elvinni a maszkot. Kár. Pénz. Fölmászunk a toronyba. Ott van, nézd, és van ilyen vidám smiley is, őrült is van. Tehát mindig amilyen napjuk van reggel, azt a maszkot veszik föl. Ezért kell a sok akasztó, hogy a sok érzelmi állapotot meg tudják jeleníteni. Hát milyen mély érzésű fiatalok ezek.
Már egy hónapja ássák az ősi romokat, és valamiféle templomot találtak az egyik tárnában. Azt ott ők ilyen vörös csász hívő. Azt a mindenségét. Hát rendesen izgulok, hogy mi fog történni. Hopp! Ott valaki dudálgatott. A kis Dudi volt. Dudi-mudi. Ott van a kulcs. Nagyon jó. Ott van a pénz. Nagyon jó. Ott is van pénz. Ez az. Amúgy miért jöttem ide? Új alkatrészeket kell visszaszerezni. Igen, a fegyverhez. Pepepe. Pepepe. Ouch. Vonatot azért majd meg kell szerelni, mert egy picit megrakták. Fegyveres testvérek. Ém alkatrész. Milyen szép kis vödgyük volt. Halló? Ja, ez volt a kulcs a szobához. Nézd meg, az ott van a... De ez mi? Úgy nézel, ott van a soti. Azt vinném el inkább azt a vadászpuskát, azt a szeme közé lövök a demonikus vonatnak. Miért nem lehet? Olyan volt, mint egy űrszonda. Na jó. Dödödöm. Ott csúcsúzik a Charles, nézd meg, hív minket! Ez a párzási éneke! Azt a mindenségit. Bob! Itt van Bob. Azért Bobbal megrakom mindjárt Charles-t, ha ide jön. Jó. Ja, és ott a toás. Akkor most ide megyünk. Bejelölöm inkább, hogy büszkék legyetek rám, hogy ilyet is tudom. Még kell lerombolni a hidat? Arról lemaradtam. Az melyik, az előző akarta leromboltatni a hidat? Na mindegyik bolond. Na veressünk egy rükkvercet, légy szíves. Állj meg! Állj meg! Nagyon ügyesen megállták, kicsi vonat. Gáz! Ez az. Nem kell sokat menni. Ja, hogy ott fogjuk becsapdázni a vonatot? Aha. Na jó, de még kell a toás. Úristen, micsoda nomád körülmények vannak itt, oda nézzetek. Itt kéne kiszálljak, igen. Fék! Dödödö. Itt ilyen természetjáróba vagyunk. Fölülről közelítjük meg a objektumot. Ajta, ez a templom. De várjál, előbb a toás kell. Nem? Van egy toja... Ja jó, ezt egy... Ja jó, ez még a toás. Dödödö. Ez az. Nézd, amúgy nem javítottam meg a vonatot, az kicsit gond. Azt a mindenség. Ó, na itt megint tele lehetünk ellenségekkel. Ez a nagy bánya. Ott megy a másik gonosz ember.
nagyon sok a gonosz ember. Azt a mondt. Hú, és itt a lejárat a bányába. Dö-dö-dö. Nagyon sus. Dö-dö-dö. Halló. Van itt hova valaki? Menjél innen, büdös a szád! Úristen, még ilyen nyöszörgéseket is előad. A kis testéből jönnek a nyöszörgés. Halló? You shouldn't be here! Serebe szavarász! Vittem! Az zsák utca, az kicsit baj. Na, ne lőjél te! Kap be, gáz! Te hülye. Ez az. Get him out of here! Harcsom be, hogy tudod, kivel ordibáljál te! Áó! Hol a vonatom? Hűte, az baj! You better run! Az anyja hétszentségit. Kaptuk! Na de megvan-e a toás? Az a kérdés. Hibelezett. Aha! Ott vannak a toások. Nagyon jó. A piros toás, a kék toás, és a zöld toás. Nulla halál. Csak egy kicsit kisiklottunk. Így gyorsabb volt visszaérni a vonathoz. Oké. Hogy tudom eltüntetni a kijelölést? Hogy tudom eltüntetni? Jó. Azt most miért lett sötét minden a térképen? Most akkor oda megyünk, azt felrobbantjuk a pillérot. Jó, hát gáz. Szerencséje volt. A... Nem direkt volt. E vonat megáll magától. Arra megyünk, igen. A halálok száma a végigjátszásban zérus továbbra is. Köszönöm szépen Gergő a szupercsetet. Örülök, hogy tetszik. Balázs, köszi neked is. Megi, Zsolt, köszi a tagságot. Egy újabb tag. Hát mindenki, aki menő, az tag. 199 forint, totál megéri. Nagyon szépen köszi, Zsolt, még egyszer. Köszi szépen. Aki nem tag, az akár demonikus vonat is lehet az én szemembe. Csak viccelek. Jó. Akkor itt most szépen körbe megyünk oda. Igen, szinte letaglóztok ezzel a sok tagsággal. Köszönöm szépen. Ott megint dörög az ég. Ezek démonikus jelek amúgy. Ha kijelölném a térképen, akkor könnyebb lenne. Ez az. Semmi nyoma interdimenzionális vagy túlvilági jelenségnek, srácok. Minden rendben van. Hallottátok? A párzási éneke a vonatoknak. Lehet, hogy meg kéne próbálni furulya szóval elaltatni ezt a kis Charlie-t. Nem biztos, hogy agresszióval kéne ráhatni. Lehet, hogy gyengéd lélek. Nagyon jó. Ez az, itten van a híd. Fény.
végrehajtjuk a helyezéseket. Azt hova rakjam a bombát, Johnny? Aha. Aha. De ugye magadtól nem aktiválódol, mert akkor nagyon nagy bajok lesznek. Aha. Tűrű? Kiváló. Kiváló. Most el kell mesélni Pálnak, hogy ügyes voltam. De Pali, ott robbantunk a hídon, apád büszke lenne, hogyha nem belezte volna ki egy vonat. Ez az. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. Ez az, nagyon jó ötlet. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Úgy megszumonálom, hogy csak na. Here, take this. It's the key to the temple. Ott a templom kulcsa. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Életem legnagyobb harcát fogjuk megvívni, srácok. Úristen. Ennyire felhypolva még soha nem voltam életemben. Pedig játszottam pár videójátékkal, de hát az ehhez képest semmi. Na, ugorjál már ki. Áó. Nagyon jó. Hol kell megszumonálni? Ott a templony. Ez kicsit baj ez a hang amúgy. Hol vagy te demonikus genyó? Most már vonatomon vagyok, nem félek tőled. Gáz. Dödödöm. Azt a mindenségét neki. Életünk küzdelme. Az emberiség még nem látott ilyet. Rámegyek a nemezisemre. Hallod ezt, Charlie? Ez a végső nótád. A fütyűrészik is még. Gyere elő, ha bátor vagy. Úgy is kapod az inas. Jó, balra kéne menni. Jó, az jó. Elmegyünk balra, aztán jobbra, aztán megint jobbra. Nem mer jönni. Tudja, hogy ki a nagyobb alfaragadozó. Na itt viszont azt hiszem át kell kapcsolni, nem ez még jó irányba lesz. Köszönöm János, Marcel, Ariel és Anita a tagságokat. Gabesz, neked pedig a szupercsetet. Nagyon köszi, srácok. Jaj. Ne héjjel! Hű, nem jó, nem akartam leugni! Áh, tö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 t
Na milyen érzés, amikor gyomorszájon lőnek, te, maszkos patkány? Ennyit rólatok. Kiírtam az összes elnyomót is. Jó, és akkor a következőnél jobbra. Ott kell majd váltani. Itt. Fék kicsi vonat! Nem fékeztél most ügyesen, béna voltál. Rükverc. Gáz. Csúcsú! Hű, leestem. Gáz. Jön érted a pokol, Charlie! Ott a templom, oda nézzetek. Dödödöm. Na nézzük. Itt vannak gonoszok? Aha. Na azokat inasba kéne rakni előbb a vonatommal.
Mondjuk vakok. Ott van. Az oktojáló készülék. Oda nézzetek. Ott a három toás. Azt honnan tudod, hogy melyiket melyik oldalára kell? Ott megnyitjuk a dimenzió kaput. Oda néz. Csak vigyáznunk kell, tudjátok, nehogy beszoppantsa az energiát. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Ott a bánya vezető. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. Te nem parancsolsz nekem. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Ajjaj. Ajjaj! Kész. No! No! No, you ne! Fool! You doomed us all! Megeszi? Ójjaj! Hát de miért nem vittünk fegyvert? A gigantikus lett! Ott megette a bánya polgármester! Verekedés! Gáz! Csúcsú motherfucker! Pokolicsál, mennyi HP-t van te? Nem jó, mert nem tudom mozgatni, mert itt meg teljesen más a egérérzékenység a fegyverrel. Hát nem jó, Cyber, hova lett? Győztem? De ne nagyon sok HP-ja van, te! Hát egy picit hangos, igen, ezt jól látjátok. Igen, majd javítani kéne közben. Leveszem a hangot, hogy ne halljunk meg teljesen agyügyileg. Fájjon a testet, te patkány! Jaj, túl hevültem. De teleportál, baszd meg! De mekkorákat rak! Jó, hát akkor váltogassuk a fegyvereket. Mi a tax? A lángszóró nem engedi a közelbe? Használjuk a lángszórót. Jó. Hát nem javítottam a vonatot, mert többet sebez, mint amennyit javítok. Majd amikor fázist vált, akkor megpróbálom. Megnézzük a lángszórót. Ez melyik? Hát az a baj, mire... Igen. Majd mindjárt meghalom. Melyik a lángszóró? De most az van fönn. Most mitől kell? Most attól került fel a lángszóró, hogy rágondoltam? Vagy mi? Igen, amúgy nagyon durvákat üt rajta. De már most nullán van. Most hogy kapott el? De most így folyamatosan veszi el a vasamat? Thank you.
nincs ilyen gyors gomba fegyverváltás? A sárc. Ezzel nem tud közel jönni. Krisztián, köszi a szupercsetet, Máriusz, Narka, Hunor, Valami jó lév, Evolet, Momsi, Sogotimded és Fruzsi. Nagyon szépen köszi, Naderak, neked is, Roland, Bianca, János, Marcel. Hatalmas giftelések voltak. Igen, de az a baj, hogy olyan lassan váltam a fegyvert. Azt értem, hogy mondjátok, hogy rakéta is lángszóró, de hát mire cserélgetem, hogy nincs rá valami gyors gond. Én azt értem, amit mondtok. Csak mire fölkelek és kicserélem. Még figyelni kéne azt is, hogy merre megyek. Hogy a híthoz vigyem. Irányítás, ez kegyetlen rossz. Jó a lángszóróval, mert távol tartja. De lehet, hogy ennyi fejlesztéssel nem lehet megcsinálni. Jaj. Mert kicsit az a baj, hogy kevés a izom. És ha újjáilledek a vonaton, akkor mi történik? Ugyanaz. Ja, több vas kéne. Csak akkor kérdés, hogy most tudok-e még gyűjteni.
Aha, akkor ide rak. Tehát akkor még tudunk keresgetni. Mert az a bajom, hogy mire fölkelek, fegyvert cserélek, az nagyon sok idő. Mert nem lehet gyorsan kicserélni itt a fegyvert, úgy könnyű lenne. De amúgy ja, csak a javításra kellenének hulladékok. Mert még esélyem nincs megjavítani, mert egyet javítok rajta, aztán cső. És ha tudom javítani, akkor meg lehet. Nem tudom, itt mennyi hulladék van. Van egy őr, a kínosba rakhat minket. Egy pár darab kéne. Többet tudja. Aha. Ott van egy. Is van egy valahol. Halló? Most épp magamra akartam vonni a figyelmüket, de nem annyira sikerült. Hello! Milyen tűzálló vagy, te hülye? Belelőttél a vonatba is, te szemét disznó. Volt még egy őr, nem? Ja, mert valamelyik még fütyűrészik. Vas. Egy pár kellemes maszk. Még vas. Ott vannak a kollég... De ott nézek, hogy vett észre onnan? Há, halló. Vas. Most gyújtsam föl őt is. Nem lehet fölbagolni a textúrára? Na de azért lehet. Vannak itt kreatív megoldások. Úgy. Úgy. Az anyád hétszentség itt, te patkány! Na hol van? Vissza tudom zárni az ajtót. De persze, amikor kikezdem, a jó, hogy akkor szoptassam meg az anyám. Elnézést, bocsánat. Nem áll, és most levonja a két vasat az újraéledésért, az mi? És most akkor kivette a mapról azokat, amiket már összeszedtem? Igen, most 11 van. Hát ez egy fokkal több, azt hiszem 7-tel indultunk, vagy mennyivel elsőre? Jó. Úgy be lehet zoomolni a térképre amúgy. Na, lehet, hogy még el kéne menni gyűjteni egy kicsit amúgy. Itt a másik oldalon is van valami. Ez csak valami hedge. Na, ott is van valami. Nehogy megjön a vonatka. Micsoda oltár van ott, te? Az mi? Hát itt kell ma, itt majd lesz valamit, fő kell áldozni kegyetlenül. Az épületek kellenek a fém hulladékhoz. Van egy láda. Nyugi, nem fog jönni a vonat, 100% fix info. Ja, hát nyilván a sidequesteknél van a legtöbb, csak most nem akarok elmenni hetet hét országon túl világgel. Konkrétan kettő volt benne, köszönöm. Nem kell túlkapni. Hop. Speedrun. Az ott megijedtem attól a fénytől, hogy az ott mi, de az a saját vonatom. Na most a küldetés előtt vajon 100%-ra rakja a vonatunkat a gép, vagy nem? Kettőt és könnyebbet, ugye? Próbáljuk meg így. Próba cseresznie. Várjatok itt még egy te. Van lehetőség további explorációkra. Még kettő. Van itt még mit a tejbe aprítani. Itt az algák között, elbúva.
wrong place, my friend. Jajjaj, megharagudott rám. Nem én voltam anyukáddal, az valaki más volt. Én tényleg nem. A tiédet nem, Gyula. Ez az. Na ezt az olyan nooboknak rakták ide ezt a sok hulladékot, mint én vagyok. Jó lesz. Hűte! Most már ne lőjé meg! Azaz. Jár! Csú-csú! Most a másik oldalra teleportált a kis hamis. Azt a kibernetikus mindenségedet. Micsoda színemat! Arccal beleesett! A csúcsú Charlie! Elvesztettünk egy meg nem értett barátot, egy kiváló gőzmozdonyt, egy szerető családapát, pedig ő csak atomenergia függő volt. De ott megmaradt a toás. Hát.
kis csúcsú Charlie. A csúcsú Józsi ott van a toásban. Az élet utat tör magának. A mindenség. Az már valami raptor vonat lesz, srácok. Az már nem pókdémon lesz. Az már egy raptor vonat. Azt a mindenség itt. Hát micsoda videójáték élmény. Hát töltöttetek el valaha jobban 1 óra 50 percet az életetekből? Hát sokkal jobb, mint hogyha megnéztünk volna egy filmet. És hát jöhet a folytatás, a Csúcsú Charles 2, a Raptor támadás. Hát hihetetlen. Na, lehámozva magamról az irónia undorító maszlagát, amúgy figyeljetek! Ahhoz képest, hogy egy ilyen egyfős játék, amúgy tök jó meg poén, de igazából az viszi a hátán a dolgot, hogy így nagyon kreatív ez a vonatdémon fantázia. Szóval az így, ez egy funny, ilyen creepypasta ez a démon vonat. Gameplayben azért még van hova fejlődni. Így 15 euróért kicsit drágának tartom. Persze a gaming árban az nem számít soknak. De mondjuk egy ilyen 5-10 eurós poén játéknak oké. Okay. Amúgy tök szép, meg jól néz ki ahhoz képest. Atmoszférikus. De azért ez inkább egy mém játék szerintem. Sem, mint így a videójátékipar egy kiemelkedő alakja. De hogy ezekből a mém horror játékokból azért lehet inspirálódni, meg hogyha ezáltal a játék által kap a fejlesztő pénzt, aki csinálta, akkor már tud ő is komplexebb játékmechanikákba dolgozni, meg ennél jobbat csinálni. De ez egy jó mém, ez a játék igazából. Tehát most arra, hogy így 2 órát jól szórakozzunk, esetleg, ha az összes melléküldit megcsináljátok, akkor benne lehet a 3 óra. Így oké. Okay. De hogy így megvételre nem ajánlanám nyilván senkinek. Így arra, hogyha szeretnétek támogatni a fejlesztőt, akkor vegyétek meg. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mi pattanhat ki az elméjéből a folytatásra, akkor lehet ebből valami. Mert nem volt rossz. Tehát... tulajdonképpen azt nézzük egy videójátéknál, hogy jó szórakoztunk-e vele. Erre a 2 órára én megmondom őszintén, tök jó szórakoztam vele, és örülök, hogy megvettem a játékot, nem kaptam a kódot, vagy ilyenek. Úgyhogy tudtam támogatni vele én is a fejlesztőt, de nyilván a világot nem váltja meg. Egy jó poén volt, próbáltam elviccelni a dolgot, hogy szórakoztató legyen nektek. Pont, így nagyjából ez a véleményem. De amúgy ja, egy poénnak elmegy, meg amúgy nem volt rossz a játék, tehát hazudnék, ha azt mondom, hogy rossz volt, rövid volt. De hát ennyi van benne, egy Csúcsú Charles 2 hype. Hát majd lesz folytatás. Köszi Dagad Galamb, Roxidia, Barbie, Krisztián, kitartás neked a melóba. Köszönöm szépen, hogy kivételesen itt. Egyébként jó vagyok, csak borzasztóan beteg vagyok. Mármint, hogy nem vagyok borzasztóan beteg, nagyon náthás vagyok, és azért így nehéz beszélni, mert nem kapok levegőt. Úgyhogy örülök is, hogy a mai stream az csak 2 óra lett, mert nem is bírom sokáig szusszal. De hát na, ez volt a Köszönöm, hogy itt voltatok. Még annyit megbeszélhetünk, hogy mit szeretnétek jövő hétre YouTube streamnek? Van valami játék ötletetek? Ilyen egy streames játék, csak egy bemutató erejéig, valami indie játék, vagy valami multiplayer játék, ami még nem volt esetleg. Akár YouTube kommentben is lehet szavazni, de most még annyi belefér, hogy itt a chaten nézegessem. Olyan, ami volt, olyat már ne írjatok. Ami már volt. Among Us VR. Amúgy a Human Fall Flat az nem egy rossz ötlet, ilyesmikre gondolok. A Goose Game-mel már játszottunk. Tehát valami ilyen kicsit szar, de kicsit jó játékot. Nem is tudom. Tehát ami így poén egy stream elejéig, hogy megnézzük.
Múgy az a paradigma, azt nem ismerem annyit, hogy paradigma. De farming szimulátor, ilyenekre gondolok. Szelifész. Na jó, legyen az, hogy sok ötlet van, de most olyan típusú játékokat, amiket mondtam. Akár FNAF, amúgy ilyenek. Phasmophobia lesz majd. Hirkszel, Martinnal, Serenittel majd fogunk egyet phasmophobiázni. De szóval maradjunk abba, hogy majd YouTube kommentben írjátok le, és upvotoljátok egymást. Légy szíves, ez alatt a stream alatt. És akkor majd az upvotolt játékokat írjátok. De ne egyet írjatok, hogy Forest. Ezek már voltak, ezekkel játszottunk. Olyat írjatok, amikkel még nem játszottunk, és így ilyen poén játékok. Tehát nem ilyen hardcore gémek. Tudjátok, heti egyszer van YouTube stream. Azokat szeretném ilyen poén játékokra venni, ahol jól tudunk szórakozni. A Twitch-en úgyis folyamatosan mennek a komolyabb játékbemutatók, meg a végigjátszások. Úgyhogy ja, ott lehet majd írni. Gang Beasts, hát az nem egy single játékokat, amiket egyedül tudok játszani. Olyanok kellenek. Meg amik még nem voltak, és nem VR, mert nem fogok élőbe VR-ozni, mert azt nagyon szar beállítani. Plusz kicsit be is szart a VR headsetem, úgyhogy úgy pláne nehéz. Srácok, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Kellemes délutánt mindenkinek. Holnap kivételesen nem vagyok, ilyen is ritkán van, de holnap nem lesz stream, se itt, se a Twitch-en, mert megyek egy, nem tudom, még titkos dolog, hogy hova megyek, úgyhogy még nem mondom. Viszont pénteken megint lesz délelőtt és délutáni stream. Folytatjuk a Jedi Outcast-et, folytatjuk a Minecraftot, ezen kívül hamarosan kezdjük a Harry Potter 7-es filmeknek a játékainak a végigjátszását, mert ugye közeledik a Hogwarts Legacy, úgyhogy lesz sok minden. Köszi mindenkinek, aki tagsággal is csatlakozott hozzánk, mindenkinek, aki itt volt, aki segített, aki jól szórakozott a Csucsu Charson. Találkozunk, srácok, pénteken, holnap pedig fölkerül a tegnapi Minecraft VOD, úgyhogy lesz mit néznetek, és ma még lesz React content is, a Nessai React csatornára is lesz még ma videó, úgyhogy hiába volt rövidebb a stream, azért lesz még mit néznetek bőven. Köszi, hogy itt voltatok, srácok, találkozunk pénteken élőben, addig meg VOD-on. Szevasztok! Up!